Zayer Gábor toxikológust, főorvost köszönthetem a stúdióban. Jó napot kívánok! Szép jó napot, üdvözlöm a nézőket! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát nekem a megtiszteltetés, hogy itt lehetek Erdélyben, és tényleg tök jó, hogy az ember a határon túl is eljöhet és beszélhet olyan dolgokról, ami azt gondolom, hogy független attól, hogy most a határ melyik oldalán élünk, mert emberek vagyunk. Hát a tegnap este ezt láttuk, tele volt a terem, ahova eljött több száz néző, hallgató 800 volt voltak jelen, megtiszteltek azzal, hogy meghallgattak. Én is úgy tudom, igen, a Diákművelődési Ház. Doktor úr, valóban mindenkit érint a függőség? Hát azt gondolom, szoktam volt mondani, hogy ugye 15 millió függő magyar van a Földön. Jó, persze, mondjuk az ekkora csecsemőnél még ez nem fog megjelenni, meg ugye az idős, már maga tehetetlen embernél szintén, de a köztes részben azt gondolom, hogy jelen van az életünkben, és egy kicsit belegondolunk, akkor valamiféle függőséget mindannyiunknál, ugye saját magunkba felfedezhetünk. Persze ez is egy érdekes dolog, hiszen maga a függőség szó az eleve negatív. Ha valakire azt mondják, hogy függő, akkor onnantól kezdve az egy társadalmi bélyeget jelent. Persze leginkább azért, mert ugye azt mondom valakiről, hogy függő, akkor mi fog eszembe jutni? Ennek, hogy alkohol, kábítószer, szerencsejáték, gyógyszer, dohányzás, és ez mind negatív társadalmi történetek. Csak az a baj, hogy önmagában a függőség szónak nincsen pozitív vagy negatív jelentés, ez egy tök semleges szó. Viszont mi nem nagyon tudunk egy keretrendszeren belül élni, szóval én magam is abszolút gyakorló függő vagyok, hát hiszen a saját munkaalkoholizmusom, és olyan sorozatfüggőségem, csokoládéfüggőségem, edzésfüggőségem, nikotinfüggőségem, koffeinfüggőségem, de hát én saját magam azt mondom, hogy ezzel nincs semmi baj, mert ugye én belül állok ebbe az egész körbe, és igazándiból nem látom át ezt teljes mértékig, és azért fontos akár a kívülről történő beszólás, ugye újabb érdekes magyar szó, illetve mondjuk hát az a tükör, amiben, hogyha belenézünk, akkor vajon látjuk-e saját magunkat valójában, mert a tükör a valóságot fogja mutatni. Ezt elmondta, hogy nagyon fontos szembenézni magunkkal, és őszinték lenni saját magunkkal szemben. Van-e olyan függőség, aminek pozitív hatása van ránk? Nézd, alapvetően a sport az ilyen lehet, csak úgy ott is kell tudni mondjuk az embernek valamiféle keretrendszert betartani. Ugye azt mondjuk, hogy legalább naponta 30 percet mozogjon az ember, valami aktívabban, ami lehet, hogy egy kortól függően egy séta, de esetenként ennél sokkal-sokkal fizikailag megerőltetőbb történet, de itt is át lehet esni a ló túloldalára. Azt mondom, hogy naponta 30 percet elmegyek kocogni, ez mondjuk 5 kilométer, és így tovább, és így tovább. De mi van akkor, hogyha ez mondjuk rámegy már az életem rovására, hogy mondjuk nem 5 kilométereket futok naponta, hanem mondjuk 25-30-40 kilométereket, ez időbe telik, hanyagolom emiatt munkát, családot, stb. És ez a keret, ez pontosan ugyanolyan, szeretek olvasni. És tök jó lenne, hogyha az ember minden nap tudna mondjuk másfél órát vagy két órát olvasni. Van erre időnk? Hát, valljuk be őszintén, nem nagyon. És hogyha mondjuk az ember elmegy szabadságra, nem, hát akkor odáll a könyvespolc elé, látja, hogy van ott ennyi könyv, ebből kiveszek kettőt, hármat, és két nap alatt elolvasunk három könyvet. Tök jó. Na jó, de hát ez két nap. De viszont, hogyha és való túloldalára, és minden nap 16 órát olvasok, nem járok bedolgozni, nem érdekel a család, éjjel van, nappal van, mikor eszem, mikor tisztálkodok, ez függőségé válhat, szóval a keretrendszereink, a határaink azok, amelyek nagyon sok mindent meghatároznak, hiszen jó lesz ma este mondjuk egy jó vacsora után meginni egy sört, mondjuk az, hogy kettőt. Ebből nem lesz baj, de pontosan a keretrendszer azt jelenti, hogy nem iszom meg a harmadikat, mert tudom, hogy utána akkor már kevésbé leszek kontrollálható, jön a negyedik, az ötödik, hatodik, és így tovább. Szóval, hogy ne legyünk bigottak, de tudjunk keretrendszereken belül gondolkodni. És hogyha én nagyon tudatosan állok hozzá mindenhez, akkor nem lehet, hogy elkerülöm a függőségeket? És akkor már nem érint mindenkit. Hát, de emberek vagyunk, hát ha belegondol, én 45 éve kezdtem el dohányozni, és megmondom őszintén, egyre semmilyen motivációm nincs, hogy leszokjuk a dohányzásról. Pedig orvosként ez nagyon gáz, amit mondok. Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy ennek milyen fajta negatív következményei vannak egészségügyi szempontból. Vagy ugyanez vonatkozhat esetenként mondjuk a koffein fogyasztásra is. Hát jó, én nem iszom olyan túl sokat, de hát lehet, hogy ön is ismer olyat, aki mondjuk 6-8 kávét igen, szó nélkül igen bever, és neki már este a kávé nem arra kell, hogy fönnmaradjon, hanem arra, hogy egyáltalán aludni tudjon tőle, mert olyan jelentősé vált ugye a hozzászokás magához a koffeinhez, hogy neki az a 6-800 milligram, vagy akár 1 gramnyi koffein naponta nem fog valójában megártani. Említette az alkoholfogyasztást, nikotinfüggőséget, a droghasználatról még beszélünk. Számomra furcsa volt, hogy orrcsepp használati függőségről is beszélt.
Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye ez nem egy kémiai szerhez kötött, hanem ez egy magatartási függőség. Ugye a mai orrcseppekben már igazán olyan anyagok nincsenek, mert a régi orrcseppekben még volt olyan, amelyik egy ilyen amfetamin előanyag volt, tehát itt is legalább 3-4 deci orrcseppet kéne belepumpálni ahhoz az orrunkba, hogy ez már valamiféle stimuláns hatással bírja, nem. Ez nem erről szól ez a történet, hanem alapvetően arról szól, hogy a férfináltha kapcsán este majd megfulladunk, de az orrcsepp segít, elmúlik a férfináltha, mert elmúlik, és az ember úgy érzi, hogy ha nem tud csöppenteni az orrába, akkor gyakorlatilag megfullad. És már egy nanogram takony nincs a nózingba, de akkor is csöppentünk. Volt olyan betegem, aki 2 nap alatt egy üveg orrcseppet valójában eltolt. Ez magatartás függőség, és nagyon komoly, de viszont rövid távú pszichoterápia kell ahhoz, hogy az illető le tudjon erről jönni. Hát el kell vele hitetni, ott lesz a kezén ugye a véroxigén mérője, a széndioxid mérője, ami által ugye azt tudom mondani, és közben kommunikálok, hogy látja, most nem cseppentett az órába, és mégse fullad meg, és beszélgetünk vele, kommunikálunk vele, és ő saját magáról kell, hogy elhiggye azt, hogy ő nem fog ettől megfulladni, mert ha otthon elfogy az orrcsepp, akkor már pánikba van, ugye, már jaj, fulladok, fáj a mellkasom, egy csomó-csomó ilyen pszichoszomatikus tünete megjelenik, pedig a történet alapvetően nem arról szól, mert semmi baj nincs az ég alatt a világon, ja, csak orrcsepp függő. Előadásának az volt a pozitív üzenete, hogy meg lehet szabadulni ezektől a függőségektől saját erőből is. Igen, tudunk abszinens függők lenni, mert a függőségtől nem tudunk megszabadulni, legfeljebb szermentes vagy magatartás függőségmentes függőké válunk. Ha gondolj bele, egy alkoholista soha nem fog meggyógyulni, ő abszinens függő lesz. Aki azt mondja, hogy 20 éve nem iszom, ő 20 éve abszinens függő. Egy kábítószer is ugyanúgy 20 éve azt mondja, hogy mit tudom én, 15 éve nem szívtam le egy szám marihuana cigarettát, 10 éve nem szúrtam heroint. Kábítószerfüggő vagyok, de abstinens függőként élem az életemet, hiszen amíg ő eljut odáig, hogy mondjuk az első poharat megissza mondjuk 15 éves korában, és amíg megjelenik nála az alkoholizmus, mondjuk 24-25 éves koráig, az 10 év. Viszont ha ő alkoholfüggőként azt mondja, hogy 10 éve nem iszom, de este azt mondja, hogy tényleg most mi bajom lehet attól az egy pohártól, és megissza, akkor gyakorlatilag ez a 10 év, az, mint a kártyavár összedőlt, és azt mondja, ettől valami bajom? Semmi. Jött a második pohár. És a harmadik. És gyakorlatilag a 10 éve tudja, hogy van, dobhatja ki tulajdonképpen. Tehát ez csak akkor szűnik meg, hogyha teljesen lemond róla. Nem, de akkor se szűnik meg, már hanem úgy értem, hogy akkor szermentessé válik. Igen, magatartás függőségmentessé válik, de életében ott lesz rajta a függőségnek a bélyege, és ő sokkal könnyebben visszaesik. Mit tudom, hogy szerencséjátékos azt mondja, hogy nem játszom többet, és tényleg nem játszik, és akkor egyszer ott ugye, mit tudom én, néz valamit az interneten, és becsúszik valamelyik fogadóiroda, és akkor fogadok az izlandi harmadosztályú labdarúgó meccsekre, és akkor rátesz, mint 500 forintot. Puff, bedőlt a dolog, mert nyer rajta 5000-et, és akkor a következő pillanatban megy ez nekem. És akkor most már a francia negyedosztályra is fogad, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és bedőlt a történet. Azt is elmondta, hogy minél korábban kezdi valaki valamilyen szernek, vagy nem tudom, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, annál nagyobb az esélye, hogy ez kitart és függőségé válik. Persze, mert nincsen kontrollmechanizmusunk, nem működik jól. Szóval erre szokták nagyon frappánsan azt mondani, ez a benőtt fiam a fejed lágya. Na most, ha azelőtt nyúlok hozzá, mielőtt nem nőtt volna be a fejem lágya, ez mondjuk olyan 20-as életében eleje, szóval ezt azért nem szabad összekeverni a nagykorúsággal. Mert azt gondolom, hogy itt ugye a nagykorúság a 18. életévet jelenti. Igen. És én magam is visszaemlékszem rá, hogy amikor még 18 éves születésnapom előtt egy nappal voltam, meg utána most ez a 2 nap alatt változott valami. Okosabb lettem? Bölcsebb lettem? Tapasztaltabb? Nem. Valahol tényleg úgy a 20-as életévek elején, és nem véletlen, hogy Amerikában a 21. életév ugye a nagykorúság, hogy addig azért picit más dolog vonatkozik rá, hogy most elmennek akkor a fiúk, egy kicsit piálnak, elszív a gyerek egy cigarettát, kettőt, és másnap reggel azt mondja, hogy ennyi, hello. Nem fog utána már dohányozni, de a kamasznál részben ugye ott van egy másik érdekes dolog, ez a kortárs csoport minta, ez a mi van öreg nem mered. És gondoljon bele, azt gondolom, ez a mindegyikünk életében ez a mi van öreg nem mered, ez hányszor előjött, és itt nem kell feltétlenül most cigarettára, meg kábítószerre, meg alkoholra, szomszédból való almalopás. Nem? A mi van öreg nem mered, és a gyerek nem merte. Hát akkor mit mondtak neki? Na jó, van kis köcsök, húzz el innen, csíra vagy. És ő nem akart az lenni, és inkább elfogadta. És ez megint egy tanítható és egy tanulható dolog, mert abban az esetben, hogyha én megtanítom a gyereknek, hogy ki az, akitől elfogadom a kritikát, akkor ettől a pillanattól kezdve, ha ő erre nemet mond erre a dologra, ő nem lesz sem nem köcsög, sem nem csíra, hanem több lesz, mint a másik. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez tanulható, de ezt kommunikálnom kell a gyerekkel. És ez valljuk be őszintén, ma a gyerekekkel való kommunikáció, de nem egy egyszerű dolog. És nem a gyerek miatt, ha
hanem miattunk. Okos tehát a családi háttér az, és a környezet az nagyon hát persze, hát az, ami az alapot hozza, ami a puttonytöltésnek a legalapvetőbb szintere, ahol belepakolunk a gyerek hátizsákjába, jelképes hátizsákról van szó, értékrendet, keretrendszert, jövőképet és példaképeket, amit hurcol magával. És persze puttonytölt az iskola, puttonytölt majd egy munkahely, egy néptánccsoport, egy egyházi közösség, egy sportegyesület, de a családi puttonytöltést semmi nem fogja tudni helyettesíteni. Azt is elmondta, hogy a gyerekek hozzák a családban látott példát magukkal, és nagy valószínűséggel akkor azt követik. Viszont vannak ellenpéldák is, hogy pont azért nem akarnak olyanok lenni egy alkoholista családban felnevelkedett fiatal, igen. Pont azért nem akar olyan lenni, mint esetleg a szülei voltak, mert hogy rosszként ítéli meg. Igen, ebbe teljesen igaza van, hiszen a genetika azért az nem egy 100%-os elhatározás ebbe. Szóval attól, hogy nekem megvan a hajlamom, és mondjuk kimutatták azokat a génvariációkat benne bárki másban, hogy én hajlamos vagyok mondjuk bizonyos függőségekre, ez nem azt jelenti, hogy akkor ez egy eleve elrendeltség. De ez egy nagyon jó lepedő szokott lenni, nem? Amikor azt mondja valaki, hogy én azért iszom, mert már a déd nagyapám, meg a nagyapám, meg az apám is volt, és ahogy ön is mondta ott, az ellenmondta, hogy nem akarok olyan lenni, mint amilyen a nagyapám, meg az apám volt. Szóval itt azért a genetika mellett nagyon-nagyon sokban meghatározó az a szociális minta, tényleg, amit lát, amit hall, amit hoz magával, és a kettőből fog ez valójában kialakulni. Szóval attól, hogy nekem hajlamom van erre, az azt jelenti, hogy nagyobb az esélyem. De ez nem azt jelenti, hogy akkor nekem jövő héten már heroint kell szúrnom itt a Szamos partján, mert vagy matalkolistának kellene, nem szó nincs erről a dologról, hanem alapvetően a hajlam, az megjelenik, de nem egy eleve elrendeltségről szól ez a dolog. Mondjuk, hogy felnőként, most függetlenül attól, mikor alakult ki a függőség, az ember eldönti, hogy változtatni akar az életmódján. Azt hiszem, hogy nagyon erős motivációja kell legyen valakinek ahhoz, hogy a függőségből ki akarjon lépni, vagy hogy absztinensé váljon. Igen, csak erre azt gondolom, hogy megkaphatja az illető a segítséget. Részben megkaphatja mondjuk, mert van, akinek szüksége van mondjuk az egészségügyi ellátó rendszerre. Szóval ez tagadhatatlan. Szóval ez nem olyan, hogy mindent magam el tudok intézni, egy alkoholelvonási tünetegyüttest, nem lehet otthon kezelni, mert ebbe bele lehet halni. Ebbe a történetbe ott szükség van gyógyszerekre, kórházra, stb. De ön erőből hogy tud működni? Mi az, ami a tapasztalatából hogy látja? Mi az, ami az embert... Nagyon egyszerű dolog például itt az online világ. Azért nagyon-nagyon sokat elkóborlunk az online világon, és ugye elfeledkezünk róla, előkapjuk a telefonunkat, leülünk a gép mellé, és valamit meg akarunk nézni, egy hírt el akarunk olvasni, hogy mi újság Velencébe, koronavírus. És akkor nekiindulunk, és azt nézzük, hogy... 2 óráig ülök a gép mellett, és a velencei koronavírustól eljutottam Kínáig, eljutottam az amerikai gyógyszerügyi hatóságig, körbejártam tulajdonképpen a világot, pedig egyetlen egy dolgot akartam. Szóval itt van az a kontroll, hogy azt mondjam, megnézem és kilépek. És ehhez nem az kell, hogy akkor most 3x1 tabletta, meg 4x2, stb. Ez az kell, hogy tudjam saját magamat fegyelmezni ebből az egész történetből. És azt mondom, hogy nem. Most ez baromi egyszerű így kimondani, hogy nem. Ebben a szituációban, hát itt most nekünk relatíve könnyű, de hát ott, amikor ott ül az ember a helyzetben, és akkor ráadásul még oldalt fölcsúszik egy tök jó cipő az elcipőről, és akkor már rögtön, félre ne érts, hát ugye hölgyről van szó, hogy velem szemben rögtön rákattint, akkor nézzük meg, milyen magasarkú cipők vannak, csak a magas... Na, és kész. És igen, mennyit igen, tudnánk igen. Ott ülni? Hát nagyon sokat, és akkor itt most arra is utalok, ami elhangzott, hogy valóban, hogy reggel az ember föl kell, és akkor lehet, hogy az első dolga, hogy megnézi a telefonját, hát de, figyelj, este lefekvés előtt, hogy ez mennyire veszélyes. 6-8 óra lezajlott úgy, hogy nem tudok a világról semmit. Hát most ez alatt a 6-8 óra alatt, ugye a mai, amikor információ terjedés szempontjából a világ ilyen nagyon-nagyon kicsi körülöttünk, hát mi minden történt 6-8 óra régen, mit tudom én, rendszerváltozás előtt, tehát megvettük reggel az újságot, azt elolvastuk, de az újság, amit ma is megvesz az ember napilap, az hír szempontjából muzeális értékű, semmi jelentősége nincsen. 11-kor lazárt, a reggel 7-kor megvesz az újságot, 8 óra, háború kitörhet, kontinensek tűnhetnek el, de és a gépemet bekapcsolom 8:00-kor és a 7:59-es hír itt fog, megszakítjuk adásunkat, breaking news, és így tovább, és így tovább. Szóval hihetetlen módon, és igényünk van erre az egész dologra, hát régen, most tulajdonságosan érdekelt bennünket, hogy most az amerikai elnök választás most alapvetően miről szól. Hát baromira nem. Most meg az ember nézi, CNN nyitottam, ott minden ezt tolja, meg ezt tolja, meg hogy volt koronavírus, hát biztos, hogy régen is volt ilyen, hogy eljutott hozzánk az influenza, és nem foglalkoztunk ennyire. Most ma, meg pedig, nagyon ugye, ott van az orrunk előtt ez az egész történet. Tehát, kicsi a világ, pici, összezsugorodott.
ezzel fekszünk, ezzel kellünk, ez egy újfajta függőség. A persze, hát gondoltuk volna, amikor ugye azok a menedzserek ugye a 60-as telefonjaikat így ekkora itt hurcolták ki, a nagy aktatáskányi készülékeket, meg régen emlékszem rá, ugye, amikor még nem volt annyi telefon, és két férfi találkozott egymással az utcán, mint a West End filmekbe. Az egyik így félrehúzta a kabátját, az akkorát, és látszott, hogy neki van telefonja. Ma én azt gondolom, hogy az igazán menő, akinek nincs telefonja, aki megengedheti magának azt, hogy neki nem kell ilyenfajta dolgokkal tulajdonképpen ügyködnie. És persze mindig harcolunk a legújabbért, a 300 ezer, a 400, 500 ezer forintosért, ami olyan tudású, hogy gyakorlatilag azt sem tudom már, hogy mit tud, és nálam sokkal-sokkal okosabb. Van erre szükség? De benne vagyunk mi is felnőttek, és főleg a gyerekeink. És adjuk a gyereknek tovább. Föl. Nem tudom, én ezt... egy ilyen megoldhatatlan feladatnak látom. Nem is az a gond ezzel, hogy jelen van, mert ugye nekem van egy 24 éves fiam, aki már teljesen az online világnak a nemzedék, és azt mondta, hogy figyelj, papa, tök mindegy, hogy hol ébredek föl, tudok két nyelvet, a magyaron kívül reggel megnézem a telefonomat, hol tudok reggelizni, egy hét múlva biztos lesz munkám. Akár itt, akár ott, akár ott vagyok a világban. Ő ezzel szocializálódott, ez nem baj. Ez abszolút nem baj, de igenis legyen mellett, hogy könyvet vesz a kezébe, igenis legyen mellett, hogy elmegy színházba, igenis legyen mellett az, hogy leülnek a barátokkal, elmennek egy sörözőbe, és így face-to-face kommunikálnak, mert ezek nagyon fontos dolgok, ezeket semmi nem helyettesítheti. Igen, azonnal akarok infót, azonnal meg akarom venni, azonnal hozzá akarok jutni a történethez, hihetetlenül jó fölpörgött. Hát emlékszem, hogy annak idején, amikor a tudományos dolgozatomat írtam, hát 3 hónapig álltam a könyvtárban, létrehetett egy tiszta por voltam, ugye a folyóiratoktól papír elvágta a kezemet. Ma leül az ember a gép elé, ha van hozzáférése a megfelelő adatbázisokhoz, vagy ha nincs, akkor ha ezek föltörhetők, föltöri. Gyakorlatilag ugyanezt a kutató munkát 2 nap alatt komplettül el lehet végezni, és ott van előttem gyakorlatilag a tegnap előtt megjelent New England Journal of Medicine-es cikktől kezdve minden az ég egyet a világon, hiszen nagyon sokban ez hozzásegít a munkánkhoz, egy csomó időt megsporolunk, de ez is egy érdekes dolog, hogy egyre több mindenben helyettesítenek minket majd a gépek. Mi marad nekünk? Egy Harari Yuval nevű izraeli filozófus azt mondta, hogy egyre több minden kikerül az életünkből, már úgy értem, hogy munka, mert a gép helyettesíti. És mi marad nekünk? A virtuális világ és a kábítószerek. A kábítószerek, az utolsó percekben erről beszélünk, mert ez is egy teljesen új terep. Olyan szerekhez juthatnak hozzá, és jutnak hozzá mai fiatalok, amelyekről nagyon keveset tudnak az orvosok is. És nem is fogunk róla, mert 3 év lemaradásban vagyunk, szóval a szer, amelyik megjelenik mondjuk itt az Unióba, arról gyakorlatilag jön Kínából, és annyit tudunk róla, hogy fehérpor, 3 gram, valami fizikokémiai tulajdonság és ennyi, és 3 évnek kell eltelni ahhoz, amíg mindenféle információnk összejön, azzal kapcsolatban, hogy ez a szerv valójában mit okoz. És azért napjaink szerhasználata nagyon-nagyon más, mint 25 évvel ezelőtt, amikor marihuána volt, amfetamin volt, kokain volt, heroin volt, gomba volt, bélyeg volt. Ma egy fantázenévről, amit ráragasztanak, ami tök mindegy, hogy ezt most Krétának hívom, Józsikának hívom, vagy bárminek, zenének, pentának, bárminek, nem tudjuk megmondani. És akkor hogy lehet megállítani a gyereket, hogy ne próbálja ki még kíváncsiságból sem? Ez egy érdekes dolog, most gondoljon bele, és most ez lehet, hogy nagyon csúnya dolgot mondok, most beleszív a gyerek, kipróbálja ezt a marihuánás cigarettát. Összedőlt a világ? Nem dőlt össze a világ. Most nehogy bárki azt vegye el, hogy az arra azt mondta, hogy lehetne. Nagyon-nagyon nem jó, senki. Egyáltalán nem jó. De úgy gondolom, ha a gyereknek van egyfajta kontrollmechanizmus, mert azt megtanulta, most attól, hogy ő kipróbálja, a világ nem dől össze. Én 60 éves vagyok. Én amikor 18 voltam, akkor nem tudtam hozzájutni ehhez. Miért? Mert nem volt. Ugye ez 78-ban volt, rendszerváltozás előtt. Ha ma lennék 18 éves, és idézőjelben jó családból származom, rendes apám, anyám volt, foglalkoztak velem, stb. Biztos, hogy mindig tudnék nemet mondani. Szóval nagyon nehéz ma, mondjuk 60 évesen azt mondani, hogy hát én nem, persze, mert nem volt módom és lehetőségem. De nem tudok ma úgy nyilatkozni, mint egy 20 éves. De egy biztos, hogy igazándiból a mai szerhasználat is, hogy megyünk előre az időbe, hogy ezt mondtam, nagyon-nagyon megváltozik. Nagyon megváltozik, és pontosan az a 3 betűs magyar szó, a nem, ami ettől az egész problémát megokozhat, mert ezek a szerek, és tök mindegy, hogy milyen szerről van szó, egy dolgot csinálnak velünk. Megváltoztatnak bennünket. És gondoljon bele abba a változás folyamatban, ahol nem tudunk beleszólni. És innentől kezdve nem az, ami biztos, mert lehet, hogy múlt héten tök állat volt, ez a négy héten semmi, pedig ugyanattól a csávótól ugyanazt a tabletta, stb. És jövő héten meg akár bele is hallhatok ebben a történetben. Meg lehet szólítani ezzel a fiatalokat? Meg lehet ragadni a figyelmüket? Mi a tapasztalata? Meg, de nem szabad ijeszgetni, nem szabad elrettenteni, hogy beteg leszel,
meg meghalsz, meg elvisz a rendőr, hanem az ő nyelvükön kell velük kommunikálni olyan dolgokról, ami őket érdekli, és akkor ha elfogadják az ember mondatait, akkor lehet, hogy majd szombaton hajnali fél kettőkor eszébe jut, hogy volt itt az iskolánkban az a kopasz szemüveges szakállas csávó, és tulajdonképpen az egy óra, amit beszélt, az nem is volt annyira nagy baromság. És akkor, amikor oda megy elé a haver, és azt mondja, te figyelj öreg, itt van, szívjuk el, akkor azt mondja, na jó van, húzz el innen. Nemet mondani, kellenek a keretrendszerek, a keretek, a jövőkép, a példakép. Dr. Zahér Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Aki még többet akar hallani a doktor úrtól, azok keressék a következő napokban Erdély különböző településein tartandó előadásainak helyszíneit, időpontjait, bár úgy tudom, hogy nagyon sok helyen már teltházas közönség van, már nem lehet jegyet kapni, de akkor talán egy következő alkalommal meghallgathatják a doktor urat.